Döntött az Európai Parlament, 25% lehetne a legmagasabb áfa az Unióban. Szanyi Tibor szerint ez egyértelmű üzenet az Orbán kormánynak, amely így nem sarcolhatja tovább a magyar embereket a 27%-os áfával. Deutsch Tamás szerint rendkívül veszélyes, ha az Unió az adóba is be akar szólni, mert végül a családi adókedvezményeket is megtámadhatja. Jogos a félelem? Kérdezzük Szanyi Tibort. Így van, méghozzá Lampi Ágnessel és Várkonyi Gyulával. Szervusztok, jó estét kívánok önnek is. És ehhez csak annyit tennék hozzá már Deutsch Tamás véleményéhez, hogy délutánra megjött a Fidesz közleménye, és miszerint a baloldal, mint mindig most is, a brüsszeli törekvésekhez asszisztál. Brüsszel ugyanis minden területen már az adópolitikában is több hatalmat akar magának. Igen, hadd kezdjem azzal, hogy ez egy meglehetősen előnytelen helyzet, amiben most mi négyen vagyunk, hiszen én ma délelőtt 10 órakor tartottam erről egy nagyon kimerítő sajtótájékoztatót, és a központi állami hírügynökség az mindegy 8 órás késéssel hozta ezt a nyilvánosságra. Ez azért nehéz helyzetbe hoz minket, mert tulajdonképpen mindaz az érvanyag, amit a Fidesz gondolt mondani, azt kitombolhatta magát a nap során, és most itt be vagyunk szorítva egy pár percre, hogy tulajdonképpen a tényleges magyarázatokat megadjuk. Itt most adócsökkentésről van szó, tehát én nem tudom, miért beszél a Fidesz adóemelésről. Ráadásul jó magam mindig is, az áfának egy ilyen mérséklésében voltam érdekelt, nem utolsó sorban, még 2009-ben talán sokan emlékeznek rá. Az én lobby munkámnak köszönhető az, hogy a TÁV-főnek az áfája drasztikusan lement 5%-ra, meg még pár egyéb tekintetben is. És a Fideszt azért sem értem, mert tulajdonképpen az összes környező országban 20% környékén van az áfa teteje. Nem mentek tönkre. Tehát van családtámogatás Ausztriában, van családtámogatás más országokban is. Itt arról van szó, és ez az egyetlen egy dolog, ami valószínűleg a Fidesznek fáj, és neki ez csenghet a fülében, hogy ennek a 25%-os felső határnak az az egyik indítéka, egyik, több is van, egyik indítéka, hogy ne a népek sarcolásával tegyenek szert rendes adóbevételekre a kormányok, hanem egy picit azért más adónemekkel is lehet játszani, nem emelni, hanem például nem kell megadni a multinacionális cégeknek azokat az irgalmatlan és iszonyatos kedvezményeket, amiket az Orbán kormány is megad. Nulla adót fizetnek a nagy multik. Az emelés, ha nem adják meg. Csak nem az emberek, hanem a multik szempontjából, de az valahol emelés. Akkor mondok egy példát, hogy jó legyen a dolog. Hosszú évekbe telt, mire az Európai Unió, az Európai Bizottság kipofozta szó szerint az Apple-ből az a 14 milliárd eurónyi adó, amit ő nem fizetett be. És most egyébként végig az uniós hatóságok pont a nagyokat kapják el egyenként, és repkednek a milliárdok, amiket pótlólag beszélünk. Itt derül ki, hogy éveken, évtizedeken át a jobboldali gazdaságpolitika nem az emberekről szólt, hanem kizárólag a multiknak az öröméről. És ennek a világnak szeretnénk véget vetni. Csak ugye itt a Fidesz retorikájában, amit az Emília itt idézett, ugye nyilván arról van szó, hogy megint beavatkozik Brüsszel a nemzeti kérdésekbe, ami most természetesen az áfánál vagy a különböző adónemeknél csapódik le, tehát ők sokkal inkább erre a hullámra ülnek rá. Brüsszel. Ebben az esetben, most Európai Parlament esetében, Brüsszel az konkrétan 28 tagországot jelent. Amúgy a döntés Strasbourgban volt. 28 tagországot jelent, bár az Európai Parlamentben nem az országok ülnek, hanem politikai pártok képviselői. Ezt 80%-os arányban fogadta el ezt a javaslatomat az Európai Parlament, ez egy kirívó a magas szám. Egyébként szeretném elmondani, hogy a Fidesz képviselői nem szavaztak ellene. Nem. Az a 8, aki ott volt ezen a szavazáson, tartózkodtak. Sőt, egy képviselőjük, Tőkés László, meg is szavazta. Sőt, tehát a határon túli magyarok is megszavazták. Ha tovább megy ez az, ugye, hogy jól tudom, akkor a tanács elé kerül majd. Ott elvileg a Fidesz, ha jól tudom, egyhangulak kell. Igen. Nem. Többséggel? Bizonyos esetekben, most például a 7-es cikket, tehát ugye, sarkalatos esetekben valóban kell egy egyhangúság, de akkor sem a tanácsban, hanem az Európai Tanácsban, tehát a kormányfők gyülekezetében. Ahhoz, hogy az Európai Unió működőképes maradjon, vagy tudjon lenni, ahhoz az van, hogy a tanácsban minősített többségek vannak. Ez a javaslat az én olvasatomban nagyon jó esélye. Tehát a Fidesz ezt nem blokkolhatja, ha jól értem? Tudja
blokkolni, mert gyakorlatilag egy olyan esetben, amikor az Európai Bizottság és az Európai Parlament hatalmas többsége egyfélét akar, ott általában a tanácsban nem szokott probléma lenni. De attól nem tartanak egyébként, hogy itt egy mindössze 2%-os százalékpontos áfacsökkentésről lenne szó, ugye, ha 25% lenne a teteje, hogy akkor erre hivatkozva emelnék mégis a béreket terhelő adókat, azt pedig szépen rátolnák a baloldalra, és már is megvan a következő győzelem. Hát én remélem, hogy azért ezeket a dolgokat meg lehet vitatni. Hát azért a 2% pont, én most nem vagyok statisztikus, de ez körülbelül egy olyan 150 milliárd forint. Hát 200 körüli összeget emlegetnek, ami amellett, hogy az Unió azt mondja, hogy a hiányunkat csökkenteni kéne, azért már nem olyan egyszerű behozni a költségvetést. Ez kétségtelen, de először is van idő arra, hogy fölkészüljenek a kormányok. Hát ez legjobb esetben 2021-től lép életbe. Tehát még bőven van 2-3 esztendő, hogy erre föl lehet készülni, hát egy struktúrán egy csomó mindent. De ha most 200 milliárdról beszélünk, akkor azt mondom, hogy egy darab Puskás stadion ára. Hogyha egyébként ezt a 27%-os áfát a Fidesz annak idején arra hivatkozva vezette be, hogy válsághelyzet volt, szerintük. Szerintem nem, de ők ezt hozták indoklásként, válsághelyzet. Na most, hogyha már évek óta az ő retorikájuk szerint ennyire szárnyal, akkor miért kell a válságintézkedéseket fönntartani? Tehát csalárd ez az egész történet. Mindazonáltal, hogyha erre hivatkozva akarnának emelni, az tulajdonképpen a foguk fehérjét mutatják ki. Nonsens, ilyen nincs. Annál is inkább nincs, mert még egyszer hangsúlyozom, nem kéne körülbelül, ha jól tudom a számokat, most már hadd ne mondjak több márkát, de egy nagy autóipari gyár is ugye épülni készül Magyarországon, hát eleve már jól látható, már 70-80 milliárd forint körül van, az az alapkedvezmény. Amit neki adni akarnak. Hát ezeket csináljuk. Na jó, de állj, tehát hogy ezt már másodszor mondja, de ezek munkahelyeket teremtenek. Nem igaz. És a baloldali kormány is örült, amikor nagy autógyár jött ide, nem teremt munkahelyet. Nem teremt munkahelyet. Ezt azért merem mondani, hogy nem teremt munkahelyet, mert gyakorlatilag, hogyha ez így lenne, akkor például, és akkor megint egy másik esetet mondok, egy nagy multinacionális cég, amely autógumikat gyárt, hova tovább kizárólag ukránokat alkalmaz. Egyszerűen azért, mert nincs Magyarországon megfelelő munkaerő, tehát hiába... De ez a képzés problémája. Nem baj, értem, hogy van itt. Én ezt értem, de most, hogyha Magyarországon teremtünk munkahelyet más külföldieknek, most azzal mire megyünk mi, mint magyarok? Nem sokra. Tehát én azt mondom, hogy a munkahely teremtésben még azért vannak egyéb problémák is, mert a mai ipari munkahelyek durván 30%-a 2030-ra megszűnik a robotizáció miatt. Ezek is előrejelzések. Én egy picit hagyj elvezek más vizekre, más témákra. Ugye jövőre európai parlamenti választások lesznek. Sokan próbálták már kitalálni, hogy milyen esélyekkel, és például a Szocialista Párt milyen esélyekkel, milyen lehetőségekkel indul. Szájai József adott egy interjút, ő azt mondta, hogy az EP választásnak az a tétje, hogy egy értékeiben összeolvadt konzervatív, szociáldemokrata, liberális koalíció irányítja majd Európát, vagy egy jobboldali, vagy egy valódi, vagy fogalmazott, valódi jobb-közép szövetség. Magyarán ő tulajdonképpen összemosta ezt a három irányt, és tulajdonképpen a szocialistákat is. Ön szerint mennyire reális ez a helyzetértékelés, mert sokak egyet értenek ezzel? Hogy szögezzük le, hogy akár Brüsszel, akár Strasbourg, az tulajdonképpen mi vagyunk. Mi a tagországok, ezek közül Magyarország az egyik. Szájai József a Európai Parlamenti saktábláról nézve mondta ezt, amit mondott, ugyanis hosszú időkön át, ez ma már nem egészen így van, de szent igaz, hogy volt egy néppárti, szociáldemokrata és bizonyos mértékig liberális nagy koalíció, amelyik tulajdonképpen eldöntött mindent az Európai Parlamentben. Ez egyébként Martin Schulz távozását követően megbomlott ez az egyensúly, és most már inkább csak alkalmi alapon áll össze ez a klasszikus nagy koalíció. Sokkal inkább például az én pártcsaládom, tehát a baloldali pártcsalád, inkább kommunistáknak szokták becézni őket, de a radikális baloldaliakkal, a zöldekkel. Tehát ebben nem lesz változás. És másokkal próbálunk valamiféle összefogást, vagy egyáltalán együttműködést kialakítani. Én azt gondolom, hogy valóban lesz egy polarizálódás. Tehát a jobboldaliak azok tulajdonképpen nem a középről próbálnak magukhoz támogatást szerezni, mint eddig,
például a néppárt, hanem kihajulnak a szélekre, mint például Orbán Viktor, és megpróbálja a szélsőséges nacionalista demagóg pártok retorikájára fölhangolni saját magát. Tehát én azt hiszem, hogy sokkal világosabb lesz az Európai Parlamentben a két oldalnak az elkülönülése, és ezért nagy tét az, hogy kire szavaz a magyar polgár, mert hogyha a szocialista pártra szavaz, most függetlenül szocialista... És mit tudnak ajánlani mondjuk a választóknak? Nagyon sok mindent. Például 2017 novemberében Göteborgban letettük azt a bizonyos európai szociális jogok európai pillérét. Ez egy 20 pontos szociális menetrend. Ebben nagyon sok minden benne van, a nyugdíjtól, a munkahelyi körülményeken át, az oktatáson. De ez minden. Elég lehet mondjuk a migrációs ha kommunikációval szemben? Ha mi vagyunk többségben, akkor mi határozzuk meg a tematikát, akkor egy szociális Európa lesz. Ez a tétje. Ha nem mi vagyunk, akkor pedig egy tök más, egy multipártoló, kizsákmányoló, népnyúzó társaságnak a szerepe lesz akkor a nagyobb. A migráció egyébként, mert ha belekaptunk ebbe, ez értem, hogy a hazai vizeken, a Fidesznek a kommunikáció erre fűz föl mindent. De az európai intézményekben, az európai dimenziókban ez jó, ha ezüstérmes tud lenni ez a probléma. A Brexit sokkal nagyobb falat. Igen, de az uniós előrejelzések, az EP előrejelzések most már azt mondják, hogy sem a néppártnak, sem a szociáldemokratáknak együtt sem lesz meg a többsége. Akkor ez milyen jövőt vetít előre? Akkor kik fognak döntéseket hozni? Hát azért 8 párt között oszt, vagy 8 pártcsoport között oszlik meg jelenleg. Hát nyilván ez a jövőt nem determinálja, de azért nagyjából egy nagyságrendet ad. Tehát 6-8 párt mindenképpen lesz az Európai Parlamentben. Én nem hiszek ezeknek az előrejelzéseknek, azt is megmondom, hogy miért. Én tudom azt, hogy nagyon riasztó számokat tudnak szélsőjobboldali pártok elérni. És akkor itt van a de. Azért így vagy úgy Spanyolországban mégiscsak a szocialisták váltották a konzervatív kormányt. Azért Svédországban nem sikerült az áttörés. Szlovéniában sem sikerült az áttörés. A hollandoknál is leszerepelt a szélsőjobb. Franciaországban is leszerepelt a szélsőjobb. Igaz, ott az ellenpélda Olaszországban ugye egy kicsit megerősödött. Tehát én azért nem szeretném az ördögöt a falra festeni azzal, hogy itt aztán most akkora jobbra tolódás van, hogy csak na. Sőt, még azt is, én most lehet, hogy csak magamat vigasztalom ezzel, de például az európai, az Eurobarométer szerint ez egy nagyon szép nagy mérő intézményrendszer az Európai Unióban, az Eurobarométer szerint ebben az elmúlt 4-5 éves ciklusban körülbelül egy olyan 10% pontot erősödött az európai intézmények iránti bizalom minden tagországban, Magyarországra is igaz, és valamelyest viszont csökkent a nemzeti kormányokkal szembeni bizalom. Ami azt jelenti, hogy megnyílt egy olló, és Európában jobban hisznek ma már az emberek, mint egyébként. Hát tényleg vissza Magyarországra, mert nem válaszolt a kérdésemre az előbb, hogy a szocialista párt, mint ugye a Fidesz réges-rég elkezdte a kampányát már, ami az európai parlamenti választásokat illeti. Láthatóan a migrációval, ahogy ön mondta, vagy arról beszéltünk is, ezzel fogja folytatni, és ez egészen a választásokig tartani fog. De mit fog kommunikálni, mivel lép elő, mit kommunikál az emberek felé a szocialista párt? A Fidesznek ez nem feltétlenül kampány, ez csak erről beszél most már évek hát óta. Hát abszolút kampány, ezzel fog kampányolni egészen májusig, ez egészen biztos. Hogy mondjam, az emberek azért hál' Istennek már egy kicsit unják, én nekem ez az érzésem, hogy ez egy téma van, amivel... Szóval attól, hogy üvöltözik a Fidesz, hogy így migráns, úgy migráns, ettől én nekem nem lesz olcsóbb a tej. Tehát azért az olcsóbb a tej az például attól lesz, ami az áfajavaslatom, amit ugye az... Hát majd 2020-ban, meg ha lesz szociális Európa, majd 2020-ban, de a nyugdíjprémium meg most van, meg az Erzsébet utalvány meg most van. De ez egy választási lehetőség. Egyébként például, csak hogyha jól megnézzük, hogy mondjuk Magyarországon az embereknek a lakosság fele azért így-úgy vidéki környezetben lakik. Ezek szörnyű állapotban vannak, főleg északon, keleten, főleg a kis települések. De most erre viszont kidolgoztunk mi egy programot, például az Okosfalu programot. Jövő hétfő lesz egyébként, Európa apraja nagyja idejön Magyarországra ennek az egésznek a, hogy mondjam, a promóciója keretében. Amikor arról van szó, hogy tulajdonképpen elfelejtett rétegeket, akik kisodrottak a technikai fejlődésből, ezeket fölemelni. Van szerintem... Magyar Falvak program. Igen, én persze akartam is mondani, hát abszolút. Igen, ők nekem ezt és meg nagyon is... sok pénz is van mögötte, csak tezzük hozzá. Hát azért az Okosfalvak mögött jóval nagyobb pénzek vannak, de hogyha megnézzük, hogy a Fidesz az úgynevezett okosvárosok kapcsán mit csinált Magyarországon, gyakorlatilag össze-vissza hazudozott, lényegében egy büdös vasat nem fordított ezekre a célokra. Ez a Magyar Falvak esetében is nagyjából ugyanaz. Hogyha megnézzük a programot, persze biztos, hogy egy-két járdát fölköveznek, meg nem tudom, ettől még nem lesz sem magyar, sem modern egy falu. Itt széles sávú internetről van szó, közlekedési történet
menetekről van szó, távoktatásról van szó, egyáltalán, hogy már munkahelyteremtésnek egy nagyon speciális ágaboga van, és akkor most, hogy versenyezzenek a számok. Például a jövő évtized költségvetésében, az Európai Parlamentben, meg hát az Európai Bizottság javaslatában eleve csak vidéki, vidékfejlesztési agrárinnovációra egy 10 milliárd eurós programot akarunk bedobni. Tehát itt azért nagyon-nagyon megmozdultak a dolgok, és egyébként csak, hogy viccelődjek, majd nem viccelődjek, eláruljak valamit. Én 2015-ben kezdtem ezt az okosfalu programot építgetni, és egyre többen csatlakoztak fel hozzá. És egyik fideszes képviselő megszúgta a fülembe, azt mondja, na, Tibor, addig ugráltál ezzel az okosfaluval, amíg kitaláltuk ezeket a magyar falvakat. Majdrá, legyen így! Hát az nem, hogy kitalálták, hát a Gyopáros ugye a pár, aki ennek a miniszteri biztosát, azt mondta, hogy éves szinten 100 milliárdos nagyságrendben jelenik majd meg az ország költségvetésében. Hát azért ezt nem érdemes elhagyom. Ez nagyon kevés. Ez csebben a tenger. Vagy csepp a tengerben. Tehát még egyszer mondom, ez egy fél népstadion, vagy a Puskás stadion. De ezt tud versenyezni mondjuk 10.000 forintos Erzsébet utalvánnyal a széles sávú internet? Most akkor visszakérdezek, bocsánat, és elnézést, ne haragudj. Szóval most tulajdonképpen a hülyeséggel hogy lehet versenyezni? Sehogy máshogy, csak az igazság erejével. Hát hogyha, és én azon vagyok az MSZP-n belül, hogy oké, most értem azt, hogy már hány éve át a kormány hazudozott össze-vissza, beszéljünk végre az igazságról is. És ezért szerintem ennek van hatása. Én azt gondolom, hogy az emberek leveszik azt, hogy ki az, aki hazudozik, és ki az, aki igazat beszél. Eurocent az ott? Nem. Az... Van funkciója, vagy csak ilyen kabalából fogdosta végig? Mert azt figyeltem, hogy... Van a szocialista párton belül, az elnökségen belül egy elvtársam, Csendesné Murányi Ibolya, és ő tanított meg arra, hogyha három újsága íróval beszélgetek, akkor jobb fogja egy ilyen, mert akkor azt lesz, hogyha önök nagyon-nagyon rám támadnak egyszer háromnak, azt mondom, hogy letettem a garast. És akkor tulajdonképpen ezt a célt szolgálja, elnézést, itt matadtam rajta. De... Ezt is megtudtuk, ez így van. Legyen hát ilyen kulisszatitkokat is tudunk, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm én is. Hogy itt volt, és akkor most nem menjenek sehová, mert jön Jakubcsek Gabriella, és el is mondja, hogy miről lesz szó nála. Szia! Szervusz, jó estét kívánok! Ma este is jelentkezik a Jakubcsek Plusz. Két témánk van, az egyik az ingatlanosok áldás vagy átok, a másik témánk pedig a tisztaságmániáról szól. Várom Önöket 8 óra 30 perckor. Nézzék tehát a Jakubcsek Plusz, köszönöm a kérdéseket, meg a válaszokat, hétfőn pedig Rónai Egon számítanak rá az Egyenes Beszédben. Szép estét!